és már itt is emeltem Fodor Kata, akivel a budapesti Krisna búsról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szia, Hare Krisna! Nagyon jó egyébként, hogy így köszöntél, mert még mielőtt beszélnénk a búcsról, egy kicsit mi jöjjünk el abba, hogy pontosan mit jelent az, hogy ha valaki krisnás. Értem, hát köszöntöm én is a nézőket. Uh-huh. Igen, hát hogyha krisnás, akkor ilyen leegyszerűsítve mondjuk, igazániból ugye ez alatt a krisna hívőket értjük, vagy van ennek egy másik elnevezése is, ez az pedig, hogy a vajsnavák, vagy az Úr Visnu, vagy Krisnának a hívei, akik körülbelül mintegy 600 millióan vannak a világban, főként ugye Indiában. Krisnának a neve az azt jelenti, hogy a mindenkit vonzó, illetve van egy másik jelentése, és ez pedig az, hogy fekete, ez a kékes-feketés felhőszínű bőrére utal igazándiból. Hát amikor valaki Krisna hívő, akkor azt lehet mondani, hogy ugye mi egy teista vallás, gondolkodás követünk, és igazándiból mi az Úr Krisnában hiszünk, illetve hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy ő pont most ünnepeltük egyébként hétvégén a születésnapját, a megjelenési napját Krisna-völgyben. Ő körülbelül egy 5300 évvel ezelőtt jelent meg itt a Földön, az anyagi világban, és akkor mutatta be a keszteléseit, cselekedeteit. Akkor beszélt el például a Bhagavad Gita-t, ami nekünk egy nagyon-nagyon fontos szentírásunk, és igazándiból ez a szentírás, ez egy nagyon fontos életvezetésre, életmódra tanácsokat adó szentírásunk, amely egyébként nagyon fontos, hogy bemutatja magának Krisnának a személyiségét, a tulajdonságait és mindent, ami ő maga. Mit jelent az egyébként, hogy most így 2014-ben valaki Krisna hívő, és bocsánat, hogy így rákérdezek, de ez a viselet és az arcodnak a díszítése, ez ilyen mindennapi velejárója, vagy csak minket tiszteltél meg most ezzel? Alapvetően igen. Vannak melyik, mondjuk... Bocsánat, igen, tehát ugye a Krisna hívők általában különösen a szerzetesek, ők mindig a tradicionális viseletet veszik magukra. Ugye ez lehet a hölgyeknél szoknya, gópikendő, vagy egy ilyen csóli felső, vagy ami még ennél is tradicionálisabb Indiában, az ugye a szári, amit például majd szombaton meg is lehet tekinteni a Krisna búcsúban, sőt fel is lehet próbálni. Igazániból mi, amikor felfessük a tilak jelét, mert ezt így hívják a homlokunkra, akkor igazániból magunk is Krisnára szeretnénk emlékezni, illetve ezzel a viselettel szeretnénk mindenki mást is Krisnára emlékeztetni. Amikor valaki elmegy mellettem az utcán, és azt mondja magában, ó, ez egy krisnás, akkor igazából ő akarva akaratlanul az Istenség legfelsőbb személyiségére gondol. Ugyanakkor az is benne van ebben a viseletben, a kultúránkban, hogy úgy gondoljuk, hogy ez a viselet egy nagyon-nagyon tiszta, tehát a hölgyeknek egy picit a mai nyugati sztendernél többet takaró, tehát egy picit úgy gondoljuk, hogy egy erkölcsösebb, egyébként egy szellős, kényelmes viselet. Fontos az is, hogy mondjuk milyen anyagból készül ez a ruha, és minden más, tehát kezdve attól, hogy mondjuk milyen nyakláncot viselünk, vagy milyen homlokjelzéseink vannak, abból mondjuk már lehet tudni, hogy valaki mondjuk férnél van, tehát ugye a társadalmi elhelyezkedését is úgy elárulja nekünk. Ez nagyon érdekes, amit mondtasz, hogy árul, de tehát akkor ez az ékszer itt a homlokodon most jelen pillanatban mit szimbolizál? Az, hogy férnél vagyok, férnél tehát, hogy foglalt vagyok. Aha. Ezt úgy szokták mondani, hogy erre kell figyelni az uraknak. Értem. És hogyha nem lennél férnél? Akkor nem lenne ez a kis pötty, igen, és ez a másik jel, ez pedig ugye a tilak jel. Ez pedig ugye az, hogy mi Krisna hívők vagyunk, ez a tulaszi levélre is enged következtetni, ez a kis levélke, ez a lelket jelképezi, aki a testben egy utazó, és ez az U alak pedig Krisnát, és így mutatja, hogy mi mindig követjük Krisnát. Egyébben milyen, és hogy hány darab ünnepetek van? Hát nagyon-nagyon sok fesztiválunk van, általában külső vendégeknek is, ezek például a búcsú és más fesztiválok, de vannak a nagyon-nagyon fontos vallási ünnepeink, mint például, amit említettem is, most vasárnap volt az Úr Krisna születésnapja, megjelenési napja. Aztán a következő, ami egy nagyon fontos vallási ünnep lesz októberben, azt csak édességünnepnek szokták nevezni, amikor 2 tonna édességet ajánlunk fel egy nap alatt Krisnának, és azt általában a környező települések lakóinak, a gyerekeknek szoktuk kiosztani. Aztán nagyon fontos decemberben például a Bhagavad Gita elbeszélésének, tehát a megjelenésének az ünnepe, és aztán kezdődik előről az évkör. Ezek a legfontosabb vallási ünnepek, amik még például idén lesznek. Mit akar akkor egész pontosan az, hogy Krisna búcsú, és mikor is lesz, azért határozzuk meg? Ez most augusztus 23-án, azaz szombaton lesz, és igazából 10-től 18 óráig, tehát este 6 óráig várjuk a vendégeket.
Ez a Krisna búcsú, ezt úgy tudnám elmondani, hogy ez a mi életünket mutatja be, az életünk állomásait, tehát minden, ahogy mi élünk, az erőszakmentes, vegetáriánus táplálkozástól kezdve a viselet, a filozófia, a kultúránk, ami nagyon fontos, hogy a művészeti vonal, tehát például a tradicionális zene, hangszerek, indiai táncok, és ezekben mind-mind bepillantást nyerhetnek az érdeklődők, és hát ugye nem árulok el nagy újdonságot, hogy ugye nálunk 2014-ben a gyermekek éve van, úgyhogy például a gyermekeknek ingyenes lesz a belépés a fesztiválra, és nagyon-nagyon sok gyermekprogrammal várjuk őket, kézműves foglalkozásoktól kezdve csoportos játékok, versenyek várják őket, és lesz egy nagyon érdekes is, ez pedig a Karma labirintus, ami segít abban, hogy egy kicsikét így filozófiailag és a tetteinket tekintve igazodjunk, hogy mi az, ami mondjuk karmát, azaz visszahatást termel az életünkben, és hogyan kellene úgy élnünk, hogy egy kicsit szabadabban, felszabadultabban élhessünk. Hány részvevőre számíthatok? Hát nagyon remélem, hogy akár a több ezres számot eléri, de szerintem körülbelül egy 1000 fő az biztosan lesz a Csillag egyik központ épületében. Uh-huh. Valamilyen szintű búcsú kérdésem az lenne, hogy a magyar kristásoknak a közössége az hány fő tudhat magáénak? Hát erre nincsenek mondjuk egységes nyilvántartások, amit biztosan tudok mondani, hogy a szimpatizánsainknak a száma az kb. Egy 20 ezerre tehető, mert ez egy mérhető szám, ugye az 1%-os adatokból, illetve amit még mondjuk tudok, hogy Krisna völgyben évente kb. Egy 30 ezer turista fordul meg, ebből kb. 10 ezer fő az, aki csak a Krisna völgyi búcsúban, tehát azon az egy hosszú hétvégén jön, és a többi látogatónak egy jelentős része például zarándok, tehát akár külföldön élő külföldi Krisna hívők. Ugyanis Krisna völgy Európának a legnagyobb ökofalva, és a legnagyobb Krisna közösség, és ezért nagyon sokan látogatnak el hozzánk. A búcsú kapcsán részletes a programleírás lehet valahol találni esetleg az interneten? Igen, természetesen a www.krisna.hu oldalon, ott a programajánlóban, de már felül a kiemelt rovatban is egyből szembe jönnek a hírek. Értem. Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm nektek a meghívást.